aki éppen a Q2, vagy a Super Bowl, köszöntök mindenkit, aki velünk tart immáron a Hockenheim Ring második futamán. Pillanatokon belül kirajzolódik a rajtrács. Egy nagyon jó kis első futamunk volt. Ennek fényében én nagyon remélem, hogy az R2 és hasonló jó izgalmakat fog hozni. Már is Ladányi Peti autózott egy hihetetlen jó kört, de aztán Sebesén és Gerőcs végül hozta kvázi a kötelezőt. Azt mondja, Sebesén, Gerőcs elsősor úgy tűnik, második sor Ladányi Koltai, aztán mögöttük Jéger, Szőcs, de már Magyar Krisztián ebbe bele is szólt, és feljött a második sorba, a Sevivel 3 tizeddel kapott csak ki Sebestyéntől. Íme tehát a rajtrács. Na gyerünk, gyerekek! Remélem, egy nagyon jó R2-nek nézzünk elébe, legalábbis ami az R1-es eseményeket illeti. Ebben a pillanatban elrajtónak nagyon hamar megkapták a jelzést, nem szokták ki a hamar elengedni őket. Magyar Krisztián nagyon jól elkapta a rajtot, de Jéger Tomi és ott brutális ott rajtot mögötte. És már Magyar Krisztián a rendszer szerint pedzegeti Ladányi Petit, aki le is csúszik az első kanyarban, és Magyar Krisztián már mellé is ér, sőt, el is ment Magyar Krisztián, már a harmadik, és ott Jéger Tomi is érkezik Ladányinak. Petinek most nincsenek könnyű percei. Koltai és Zelfel is érkezget már. Talán most egy picit fejben meg lehet nyugodni, hiszen a parabolika a hármasból kívül, ez egy viszonylag nyugodt pályaszakasz, de már Jéger Tomi gyűjti az erőt, gyűjti a pozíciót, és lehet, hogy be is fog támadni a herpünkben. Igen, jön a végtáv. És Jéger Tomi gyönyörűen elmegy Magyar Krisztián mellett. De Magyar Krisztián szélárnyékon tartja az autóját, menjünk lefelé az ötöshöz. Ez egy jobbos törés meg is volt. Jön a hatos, és Magyar Krisztián azért megfogta az autót, gyönyörűen csinálta ezt Magyar Krisztián. Szűken folyamatosan ott tartja az autóját, hát ha valamit tud még kezdeni, majd esetleg a mobil egy, vagy a Sax környékén. De erősen jön Magyar Krisztián, nagyon határozottan érkezget itt. Demzit pedig versenyzője. Vérszemet kapott szerintem Magyar Krisztián. Hatalmas lehetőség előtt áll, ez biztos. Főleg, hogyha még Sebestyén Gerőcsöt vissza tudja fogni, de már Gerős Tamás belsőjében volt a 12-esben, 13-as céléres ráfordító Gerős Tamás mocskosul jól jön. Irgalmatlan tempóban 48 vége, de ez senkit nem érdekel. Métereken belül szerintem előzni fog. Nem tudom, meddig lehet ezt bírni. Ezt most gyönyörűen levédi Sebestyén, ez a Nord. Talán most egy picit fejben megnyugodott a mezőny, talán. De hát szerintem mindenki vérszemet fog kapni. Akár Jégert, akár Magyar Krisztiánt, akár Ladányit, de még Zelfelt is talán ide tudom sorolni. Meg még bizony Miklóst is. Hát még a többieket. Ladányi Peti. És Gerős Tamás a hairpinben gyönyörűen megtámadta Sebestyén Csabát. Gerős Tamás ezzel már az élen. Szerintem ezt most talán egy picit odaadta Sebestyén, lehet, hogy nem akart vele nagyon fiaskodni, de külsívről gyönyörűen gyorsított ki Sebestyén, de nem. Ezt oda kellett most adni, sokkal gyorsabb Gerőcs. Talán lehet, hogy ez egy jó taktika lesz Sebestyének, ha és amennyiben tudja tartani Sebestyén tempóját. Meglátjuk. Nyilván most kiütni egymást nem sok értelme lett volna, hogy a gumikat eldarálni az első néhány percen belül. Azért még hosszú ez a verseny. Lehet, hogy jön vele Sebestyén, hogy megpróbál most akkor Gerőcs mögött menni, amennyire tud. Ha
ha esetleg feltartja a gerőcsöt, akkor még ott jéger és magyar is megérkezhet. Aztán borulhat a Billy. Hát azért keményet kellett fékezni a Gerős Tamásnak és Ladányi Petinek is. Határozottan kellett fékezni, majdnem sikerült belerongyolni Magyar Tamásba. Zelfel Tamás a hatodik helyen. Szintén az MZ Perix versenyzője. És a kilencedik helyen áll a bajnokságon per pillanat. Zelfel Tamás. És érkezget is bizony Ladányi Petire. Lehet, hogy állítottak valamit? Mikiewicz Máté a 9. pozícióban. Így van a C betűs. K betűs ő a Miklós Attila. Nem sikerült még egyébként beszélni Mátéval, de ígérem, amint tudunk vele beszélni, akkor megpróbálunk bővebb információt kérni róla. Addig is itt van nekünk egy magyar Krisztián, meg egy Jéger Tomi. Talán eddigi legjobb futamát teljesíti itt a Mastersnél. Eddig. Ugye nagyon jók a ladák, ezt korábban már említettem, hogy oda kell figyelni a ladákra. Képesek ilyeneket előhúzni. Látjuk a Jéger Tominak a verseny tempója. Mennyire fogja ezt alátámasztani. Most ugyan egy nagyon pici tempót veszített a Nordban. Nézzük a kettest. Kicsit megdobta a kerékvető Jéger Tomit. Talán annyit nem vesztett vele. Nem is tudott, hogy szélárnyékot venni Magyar Krisztián. Érzésem szerint Magyar Krisztián lehetséges, hogy kilárásra autózik, és ilyen pillanatban a negyedik helyen áll. Mögött olyan 5-6 tizedre érkezgett Ladányi. Most már 7 az. Nem feltétlenül biztos, hogy ezt erőltetni kell annyira, és Mikiewicz Máté küzd itt az elemekkel, meg a versenyszemélyi gépjármű társaival. Varga Ákos és Ősz Balázs volt az, aki ott volt egy kontaktja Máténak. Ősz Balázs is a 9. Talán Koltai Gábor az egyik vesztese, nem is jelzi már a rendszer, hogy versenyben lenne. Majd meglátjuk, jelzi a... Igen, hát egy kör hátrány szerintem boxban van már Koltai, sőt biztos. Kár érte. Megint nagyon rátette a Nordban Jéger Tomi. Ez pont elég volt ahhoz, hogy külsőjében megérkezzen Magyar Krisztián. De aztán elvette, szerintem a herpinre fogja tartogatni az erét, főleg így, hogy a Jéger leszélesíti a hármasból kijövet. Ezzel már Ladányt is magukra húzták. Belső ív, onnan azért kemény féktávot venni. Húzódik is amennyire lehet belső ívre. Most jobban inkább vissza az ívre, hiszen onnan nagyon nehéz azért azt a kanyart bevenni a herpint. És Ladányi Peti nagyon későn fékezett. Ez a 6-os volt. Ez egy picit elnézte Ladányi Peti. És ez a Zelfel Tomi az 5. Hogy a Krisztián is megelőzte közben Jégert, ezt nem láttuk Ladányi Peti kicsúszása miatt. Ugye ott nagyon nehéz herpin előtt ívet választani. Így
nyilván aki a védekező, annak kell a belső ívet levédenie, hogy aztán a támadó külsőből ne tudjon ráfordulni. Hiszen az egy nagyon éles, jobbos visszafordító kvázi. És közben Gerőcsi Sebestyén hatalmas csatában, igen, változik a kamera. Sebestyén előzi meg a Nordban Gerőcs Tamást, az igen. Mekkora előzés volt ez. Ez szépen csinált a Sebestyén. De már Gerőcs kilés lépett a szélárnyékon, nézzük az ív választásokat, tehát nyilván most már belsőjében kell maradni a Sebestyénnek. Hiszen egymás mellett vannak. Onnan külsőről, ha elfordul Gerőcs, viszont sokkal jobb a kigyorsítása, mint Sebestyénnek. Meg is előzi Sebestyén Csabát. Gerőcs Tamás. Na, ez itt még egy gyönyörű csata lesz. Cirka 18 percen keresztül. De ők azért annál rutinosabbak, hogy kiüssék egymást. És Magyar Krisztián a harmadik helyen. Atya ég! Hát Krisztiánnak azért kiárna már egy jó eredmény, tényleg. Tehát itt most aki itt az elejébe jön, miközben Ősz Balázs. Pontosabban, igen, az Ősz Balázs volt, ez egy Lada volt. Ladányi Petinek nézett be Ősz Balázs, és mögöttük már érkezik Mikiewicz Máté, az újonc. Pozíciókra és jó eredményekre éhesen. Úgy tűnik fejben talán most nem is azt mondom, hogy jóval összeszedettebb talán Sebestyén Csaba, hanem inkább Gerőcsféle hármas púzushoz fejlődt. Idézőjelesen, és Magyar Krisztián fékezél a Nordot, te jó ég! De vissza tudja hozni, hála Istennek! Viszont két pozíciót lehet, hogy legalább veszíteni fog, ha csak Miklós Attila még rá nem esik. Épp akartam mondani, hogy Magyar Krisztián az egyik innen az elejéből, akinek már nagyon kijárna egy jó eredmény, és meg is érdemel egy jó eredményt. De most ezt a Nordot sikerült elnézni. Miklós Attila belsőiben. Szét van most esve. Nyilván érthető módon Magyar Krisztián, hát a harmadik helyen autózott, és Zelfel Tamás támadja Jéger Tobot. Úristen, mit látok itt a képen? Nézem, mondom, hogy a Zelfel? Igen. Zelfel Tamás püföli Jéger Tomit, kérem. Hát ha ezt nem látom, nem hiszem el. Lassan negyed órát is elérjük. Negyed órán belül vagyunk, ugye ott még azért van lehetőség, van potenciál a gumikban. Jéger most visszavert Zelfel Tomi támadását, de jó ezt kimondani, emberek. A harmadik helyére megy ez a csata, és Gerőcs és Sebestyén között is csak 5-6 tized van. Gerőcs most nem tudja a szokásos megelőző mellépek taktikáját eddig kivitelezni. Ott jön Jéger, ott jön Zelfel, ott jön Magyar Krisztián, az is még egy gyönyörű eredmény lehet, hogyha itt behozza. De hát jön még ott egy Miklós, meg egy Dezső, meg egy Ladányi is. És még azért várjuk ki a végét, hogy ott Jégerékkel mi fog történni. Túlbáj tiregességgel vagyunk a mikrofont is elrácsálom. Kettes. Picit elfékezt az Zelfel Tomi hozzá is. Kocsolt Jéger Tomihoz. Ez nem lesz jó. Épp hogy csak meg tudott állni Zelfel Tomi is. Épp hogy csak nem ütötte ki Jéger Tomit. Aztán volt egy kontakt. Ez most nem jó, mert megérkezett Miklós is, aztán még ott Dezső is felzárkózik. Szegény Magyar Krisztián kénytelen védekezni majd most Miklóssal szemben. Ugye Magyar Krisztián és Zelfel csapattársak, tehát most nagyon belehallgatnék a csapatrádióba,
hogy ők ezt hogyan érzik, hogy Christian e a gyorsabb, vagy Zelfelben van esetleg most több. Innen külső szemmel, minthogyha Magyar Krisztán lenne a gyorsabb, 12-esben irgalmatlanul ráesett Zelfel Tamásra. Na meglátjuk, most a 4 órán belül vagyunk, jön a Nord. Iger most egy hajszállal meglépett Zelfel előtt. Az mekkora futama lehet így Jéger Tominak, ha ezt így tudja vinni. Miklós Attila most már egészen közel Magyar Krisztiánhoz, de még nem tud annyira támadni. Ősz Balázs is ott már nézelődik. Dezső Tominak ki is nézett célágyékból. Értelemszerűen belső évet fogja választani Dezső. Tomi, Sebestyén megint egy pillanatra kerülcs előtt volt. Hát most nem tudom, melyik ujját harapja meg a rendező majd. Remélem nem az enyémet. De Gerős most megint az élen. Hatosban gyönyörűen mögötte van Gerőcs, mögött Sebestyén. Hetes is szépen megvolt. De jó lett volna ott látni, hogy a Mobil 1-ben, hogy a Sachsban esetleg ott beszúr-e. Sachs előtt Sebestyén Csaba, vagy inkább a parabolikára játszik. Na Jéger! Nem mondom, hogy élete futama, mert az Jéger Tominak voltak azért villanásai, és nagyon jó versenyzőről van szó. És lesz is még neki. Ehhez hasonló futama. Ez biztos, de Jéger Tominak ez most egy nagyon jó eredmény lehet az harmadik hely. De akár említhetném Zelfelt, Magyar, Miklós, Ősz, Simán. Akit itt most a képen látunk, igazából én mindegyiket föltenném a dobogóra, szívem szerint. Tehát ezen a dobogón csak 3 hely van. Hármasból kifele jövett, gyönyörűen meg volt, de kár, hogy elvették Jéger Tomi fedélzeti kameráját. Külső évről valami irgalmatlanul jól gyorsít ki Gerős Tomi. És Zelfel Tomi megtámadta a Erdőbe Jéger Tomi. Belső ív egy gyönyörűen meglett az Zelfel Tamás. Jéger Tomi szerintem nem is számított rá, hogy a belső ívben be fog szúrni, és sokkal jobb volt a gyorsítás Zelfel Tominak, mint Jéger Tominak. Az igen, mit mutatott most Zelfel Tamás, emberek! Lehet, hogy Nesquik kakaót reggelizett Zelfel Tamás, ami tele van vitaminnal. Nem tudom, mit reggelizett Zelfel Tomi, mindenképpen megkérdezzük tőle, de most olyat mutat, amit eddig... Hát nem azt mondom, hogy nem láttunk, de minden esetre most jóval többet mutat magából Zelfel Tamás, mint eddig. És nagyon határozottan lépett ott be Jéger Tominak. Szerintem Jéger Tomi is hirtelen nem tudod mit kezdeni a helyzettel, és már Jéger Tomit támadja Magyar Krisztián. Na, az lehet, hogy egy MZ-X-es rán lesz itt ebben a pár percben. Azért mondom, hogy rán, mert nyilván ennek ára van. Utolsó néhány percben ez döntő lehet. Most Magyar Krisztián támadja meg. Pontosabban Miklós Attila ellen kényszerül már védekezni Magyar Krisztián. Megy is szélárnyékba. Na, melyik hívet fogja választani Miklós Attila? Jön a herpin. És belső éven Magyar Krisztián. Volt egy kontakt, tehát ez a herpinben belefér. Megyünk az ötös fele. Ott egy törés, majd egy gyönyörűen nézd Magyar Krisztián, micsoda verseny van itt, emberek! És Ősz Balázs is megérkezett, és mekkora lesi puskásként ott bevágott Magyar mellé Ősz! Az igen! Hát ő
Lőz Balázs olyat fékezett a hatosban, amekkorát tebb lehet. Ez már Sebestyén és Gerős csatája. Hát valami embertelen későt fékezett Lőz Balázs. Most pozíciókat is veszített, tehát valószínűleg elfékezte. Szerintem tojást lehet esetni a Yokohama gumiain. És Gerős Tamás egy pici tempót vesztett a Nordban. Mekkora verseny ez? Gyönyörűen szűken ott tud maradni minden egyes híven, minden egyes magyar csúcspontot gyönyörűen meg tud csinálni Sebestyén Csaba, és érezhetően gyorsabb itt Gerős Tamás, ebből még hatalmas verseny lesz itt, emberek. Hátrévő 8 percben. Nem tudom, mi áll most Gerős Tamás fejében. Ugye ő tud nagyon, és most lesodródik Gerős Tamás, és lehet, hogy meg is tudja előzni, igen, meg is előtte Sebestyén Csaba. Gerős Tamás gyönyörűen csinálta itt a hertűben. Ugye Gerős az, aki külső évről tud elég komolyakat kigyorsítani. Hát most ezt egy picit elfékezte. Meg volt a hatos. Érezhető Sebestyén Csaba autójában a potenciál, miközben Zerfel Tamás a harmadik. Atya úristen! Jéger Tominak sem lehet semmire panasza, hiszen gyönyörű munkát végez, ahogy a magyar Krisztián is. Meg még ott Mikiewicz Máté, lehet, hogy majd még itt megérkezünk az utolsó néhány percre. Ugye nem láttuk Mikiewicz mennyire volt csatában, szerintem nagyjából üres légtérben autózott viszonylag. Ugye az újonc vehemens versenyző, jól tudom 15 éves. Többek között Life for Speed bajnokságban is részt vett. És Suzuki kupás teszt lehetőséget is kapott. De ezt majd meg fogjuk kérdezni tőle. Mindenesetre most Zelfer Tamás, de kár, hogy megállt itt a kamera. Nem, majd legalább nézzük a többieket. Ott Szőcs Attila érkezik. Illéssel. Na. Jéger Tomit mérik Zelfer Tamáshoz. Hát igen, igen. Hát hogyha nem püfföli agyon Jéger Tomit Miklós, akkor még felérhet, ugye. Zelfer Tomit talán egy picit könnyebb kibillenteni az egyensúlyból. Hatalmas teher van most Zelfer Tomin, tehát... most nem szeretnék valaki helyében lenni, az Zelfer Tamás. Az MZ Perix csapat versenyzője. Ugye Szabó Peti is még ennek a csapatnak a tagja. És Sebestyén Csaba bizony azt a finom kis 6-7 tizedet azért kiautózgatta magának. Erről beszéltünk, ugye az utolsó néhány perc döntő lehet. Most kérdés az, hogy Gerős alatt mennyire ment el a technika? Mennyire fogytak el a gumiai? Vagy még vár az utolsó néhány percig, hogy esetleg Sebestyén alatt menjen el. Figyelgeti a féktávjait, figyelgeti az íveit. Tehát addig vár, amíg abból a 6-7 tizedből 8 lesz, aztán 1 másodperc. Meglátjuk. Mindenesetre Gerős akár azt is mondhatná, oké, második vagyok, vezetem a bajnokságot. Semmi értelme nagyon gyilkolni a technikát. Zelfer Tamás már egy másfél másodperccel vezeti Jéger Tominak előtt. Azért Jéger szerintem meghívhatja majd egy sörre. Zelfer. Ez már borítja ki a ható innen. Belső évet gyönyörűen véd Jéger. És nem engedi, hogy rágyorsítson Miklós Attila, ezt gyönyörűen csinálta Jéger Tomi. Picit vállalod a pöcköt, na. Nem kellene ott kigyorsítani.
De most majdnem sikerült ott Miklósnak benézni. Egy pillanatra azt hittem, hogy igen, nem tudja zárni az ívet. De aztán Miklós csak beerőszakolja magát Jéger elé. Szerintem Jégernek is elment a gumia idő előtt. Most a magyar is megelőzte. Na, a magyar Krisztián még visszahozhatja a versenyét. Ha csak ott még Mikijevic meg nem érkezik, úgy bele nem kap a levesbe, az MZ-Perix levesbe. Azért már magyar Krisztiánnak is széles így 4 perccel a vége előtt. Miklós Attila futama lehet még ezzel jó, azért az a negyedik hely azért elég finom. Mutatják is Mikijevic Mátét. Nézzük az újonc tehetséget, hogy terelgeti ezt a Chevyt. Fűsében mellé is ér Jégernek. Pillanatra azt hittem el tud fordulni Jégerem. Hát itt rendszeresen széles Jéger Tominak. Nagyon kiereszti a hármasban. El is megy Mikijevic. Már fel is tűnt Jéger autója visszapillantóba. Hát innentől kezdve szerintem Jéger Tominak az a feladat, hogy valahogy behozza ezt a ladát, lehetőleg Dezső Tomiék előtt. Magyar Krisztiánnak elnézést, viszont úgy tűnik, hogy ehhez még van technikája, főleg, hogyha Miklós csúszkálgat lefelé, ez a hatos volt. Nézzük a mobil egy előtt, mennyire tud rágyorsítani. Egészen közel van már Magyar Krisztián. Talán még a Saxot nem fogja megkockáztatni, így is van. Inkább kivárásra autózik talán a Nordban, vagy nem is tudom, inkább talán a kettes kanyar, ami még egy jó előzési pont, vagy a Herpin. De hát nincs már sok ideje Magyar Krisztiánnak, ezt el kell dönteni. Záros határidőn belül. Most egy 2-3 tizedet vesztett azért Miklóshoz képest. Ger és Tomit mérik Sebestyén Csabához, hát nyilván ezt látjuk. Olyan 3-5 tized körül lehet ez. Nem úgy tűnik, mintha Gerős Tamás nagyon támadni akarna. Lehet, hogy megvárja, hogy Sebestyén hibázzon. Aztán, ha nem hibázik, akkor maximum jó az a második hely. Ez tökéletesen jól csinálja Gerős Tamás. Én sem erőltetném a helyében. Főleg ilyen pont előnnyel. Teljesen értelmetlen lenne itt ezt most gatyára tenni ezt a futamot, vagy akár mindkettőjük futamát. Egy percen belül is. A Gator Masters őszi bajnokságának Hockenheimringi futama. Az R2. Ha és amennyiben jó az óra, akkor lesz még egy kör. Igen. Na, lesz még egy kör, de jó lenne azt ott mutatni, ott hátul. Igen, akik ott érkeznek, azok a fiatal emberek. Értem én, hogy Sebestyén. Igaz, hogy Magyar és Miklós között is van egy másodperc. Durván. Innen külső szemmel úgy tűnik, hogy Gerős gyönyörűen leköveti Sebestyén Csaba éveit. Nem úgy tűnik, mintha nagyon támadni akarna most már Gerős Tamás.
talán megnézhetnénk, hogy mi van mögöttük. Hát úgy tűnik, hogy most már Sebastian Gerőcs befutót fogunk nézni így a végén. Az időkülönbségek alapján igaz, most már talán Miklós vagy Mikievic ért föl magyarra. Azt nem lenne rossz mutatni. Ebben a pillanatban Sebastian Csaba pontosabban pillanatokon belül áthalad a célvonalon, így is van, meg is kapja a kockázászlót. Sebastian Csaba tehát megnyeri az első futamot, mögötte Gerős és Zeffel Tamás érkezik a célgyenesbe, akinek egy hatalmasan jó futam, hatalmas nagy futama volt. Megy is ünnepeni Zeffel Tamás, ez igen, ezt szépen csinálta. A harmadik helyen behozta a sevét, negyedik lett Miklós Attila, ötödik lett Magyar Krisztián. Hatodik Mikievic Máté. Na de íme a végeredmény. Iger Tomi végül a hetedik lett, Őz Balázs a nyolcadik, Ladányi Peti és Varga Ákos befért még a top 10-be. Szabó Peti és Koltai Gábor volt kénytelen feladni ezt a futamot. Hát meglepetés emberük született Zeffel Tamás személyében. Szerintem hatalmas egy ünneplés lesz. A következő helyszín pedig ismételten Németország, a pálya pedig a Nordschleife, zöld pokol. Mindenképpen hatalmas kihívás lesz ez mind a versenyzőknek, mind nekem, kommentátornak. Reményeink szerint mi is ott leszünk, és meg tudjuk nektek mutatni az eseményeket. Addig is nagyon jó felkészülés mindenkinek. Találkozunk legközelebb, tehát a zöld pokolban. Addig sziasztok!